Jó ütemben haladnak az építési munkálatok a Dózsa-Óperint-Kálvária utca kereszteződésében. Az Óperint utcai ágon a kandelábereket becsavarozták, a vízelvezető rendszert, valamint az elektromos hálózatot kiépítették. A térburkolatot, a szegélyköveket lerakták, a zöld felületeket most alakítják ki. Az integrált városfejlesztési stratégia közel 420 millió forintos keretéből több mint 95 milliót fordítanak a csomópont átalakítására. Ez ugye egy eleme a ZVS 2, nevezetesen a szociális városrehabilitációs akcióterület rehabilitációjának. A további elemek ugye a kettő darab egyházi intézmény, a templomoknak a felújítása, rekonstrukciója, az evangélikus, illetve a református egyház van benne a projektben. További eleme a projektnek az Óperint utca 18-as számú lakóházának felújítása. A külső homlokzat már megújult, kicserélik még a nyilászárókat, korszerűsítik a hőszigetelést és átépítik a belső függő folyosókat. A Dózsa-György utcai szakaszon az út pálya szerkezete teljes egészében megújul. Ezen a vonalon a munkálatok miatt félpályás útlezárás és forgalomkorlátozás van. Ha a forgalom átterelődne máshova, akkor jóval nagyobb csúcsforgalom lenne több helyen és torlódások lennének. Örülök neki, hogy így is tudnak dolgozni a kivitelezők. A csomópont kialakítását követően biztonságosabb lesz a közlekedés. A körforgalom várhatóan november 26-ára készül el.